Sziasztok! Itt vagyunk a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, amely Nyári Színkör néven fontos építménye volt az immár több mint 100 éves kolozsvári magyar filmgyártásnak. Annak, amely nem kizárólag, de leginkább egy személyiséghez köthető, a Janovics Jenőjéhez. Az ő kettős énjéről, a színháziról és a filmesről fogunk beszélgetni a következőkben. Janovics Jenő elsősorban a Kolozsvári Színház igazgatója volt, 24 éves korában került Kolozsvárra, mindig Kolozsváron maradt, és mindig kolozsvárinak tartotta magát, tehát ízig-vérig a Kolozsvári Színháznak kötelezte el magát is, és minden tevékenységét. Színházigazgatóként színház építő volt, tehát a város fejlesztésében nagyon markánsan kivette a részét. Fontos színész volt, színpadi színész is, és filmszínész is. Az elszánt színész mi voltára példa az, hogy a Bánk-Bánt filmezték, és az egyik őr égő gyertyát tartottak ezek, és az olvadt gyertya a Janovics fejére csepegett. És Janovics minden arcrezzenés nélkül tovább játszta a szerepét, és tovább ment a filmezés, és csak a végén kezdték el kezelni ordított fájdalmába. Rendező volt, nagyon modern stílust képviselő rendező, már a 900-as évek előtt, 1898-ban a mozgóképet, tehát a filmfelvételeket használta a színházi előadásaiban. A Janovics Jenőnek az egyik nagy erénye pontosan ez a nyitottság, hogy amíg más színházigazgatók ellenségesen viszonyultak ehhez az új kifejezési formához, ő mindig is nyitott volt a film, a mozgóképek irányába. 1913-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt Madácsnak az ember tragédiájában, amikor azt Kolozsváron előadták, vetített háttereket is használtak. Most lehet, hogy nem annyira nagy konz, de ezelőtt 100 évvel tényleg ez egy eléggé merész és újító megoldás volt. A kolozsvári filmgyártás, hát hogyha fogalmazhatunk így, egy ilyen szerencsés kontextusban indult el, mert ugye az első kolozsvári filmet 1914-ben mutatták be, majd rövidesen kitört az első világháború is, és ugye a határok lezárása, a cenzúra bevezetése miatt elég sok külföldi filmet nem vetíthettek Magyarországon, főleg az amerikai filmekre gondolok, amelyek már akkor is nagyon népszerűek és jól összerakott, megrendezett filmek voltak. A nézőkben volt egy igény a filmek iránt, és ez ösztönözte a magyar filmgyártást, a kolozsvári filmgyártást is. Így történhetett meg, hogy például 1917-ben, 18-ban több mint egy tucat film készült Kolozsváron, de hogyha a teljes magyar filmgyártást nézzük, akkor is több mint 100 film készült egy év alatt. A világháború után pedig pont ez a lezárás szűnt meg, akkor újból megindult az amerikai filmek dömpingje, az új filmek is, azok a filmek is, amelyek korábban nem jutottak be. Ez volt az egyik fő ok annak, hogy 18 után gyakorlatilag megszűnt a kolozsvári, abba hagyta a kolozsvári filmgyár a működését. A másik fontos ok pedig az volt, hogy Janovics Jenő társulata és a Kolozsvári Színház társulata, amelyik az alapját képezte lényegében a filmgyárnak, az is nehéz helyzetbe került. Elvették a társulat épületét, a díszleteket, kellékeket, de tényleg a megélhetésért kellett küzdjön a társulat 1918 után, és ilyen körülmények között már nem volt arra is lehetőségük, hogy újabb filmeket gyártsanak. Összesen aztán még két film készült 1918 után. Ő első perctől olyan szervezői rálátással indult a Kolozsvári Színház igazgatói posztján, hogy dokumentálható lett egy időre a színháznak a történelme. Volt egy olyan képessége, hogy megérezte, hogy ez fontos lehet, és akkor azt leírta, vagy azt a titkáraival leíratta, vagy megtartotta, megőrizte. Nagyon érdekesek kéziratai közt találtam azt az iratot például, amikor 19-ben
átmentek a Sétatéri Színházba, és ugye hatalomváltás volt, akkor kérte a hatalom Janovicsot, hogy, vagy felajánlotta a lehetőséget, hogy tegye le a hűségesküt irányukba, és maradjon igazgató a Nemzeti Színházban, a Román Nemzeti Színházban. Természetesen Janovics visszautasította, és a társulatával elment a Sétatéri Színházba. És akkor egy nagyon markáns beszédet mondott a társulatnak. Semmi kifogása nincs az ellen, hogyha valaki maradni akar, mert ő látja, hogy... És ne feledjük el, hogy a társulatában román tagok voltak. Tehát például Bretán Miklós, a későbbi operarendező, operaénekes, a parkban van egy szobra, Nikolaj Bretán, ő nagyon jó barátja volt Janovicsnak, és a társulatának tagja volt. Ugye ő 44-ben el kellett, hogy hagyja Kolozsvárt, zsidó származása miatt, tehát elmenekült Kolozsvárról, amikor el akarták vinni, akkor egy ilyen nagy ügyes fortéllyal állítólag kibújt a gesztápó kezei alól, és elmenekült a feleségével, de ahogy visszajött, és lendülettel vetette bele magát a tárgyalásokba, a politikai vonatkozásokba, színház szervezésbe, mindenbe, de nem bírta már a szervezete, és a Bánkban volt ugye az a darab, aminek a bemutatója előtt ő meghalt. Janovics Jenőnek nagyon jó kapcsolatai voltak a neves akkori magyar színészekkel, így nem csoda, hogy Jászai Mari, hiszem az egyetlen filmszerepeit Kolozsváron játszotta, Blaha Lujza is Janovics kérésének eleget tett, és eljött a nagymamában, eljátszotta a főszerepet. De hát ne csak a színészeket említsük, hanem a rendezőket is, hiszen Korda Sándor például, elmondhatjuk, hogy Janovics Jenő fedezte fel, Korda itt Kolozsváron készítette az első nagyjátékfilmjeit. A másik fontos név pedig Kertész Mihály. Ő ugyan korábban Dániában már rendezőasszisztensként, meg színészként is részt vett forgatáson, de ő is az első komoly felkéréseit azt 1914-ben Kolozsváron kapta. Szerencsére az egyik fennmaradt film az pont Kertész Mihálynak a Tolonca.